Évkezdés az óvodákban, több volt a születés, belvíz a karcagi határban, hárma siker kiskecskék születtek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. február 2-án 18 óra 5 perckor. Hírműsorunkat Gulyás Ferenc nével készült interjúnkkal kezdjük. A riportban kitérünk az idei év kihívásaira is. Köszöntöm nézőinket, Gulyás Ferencnél, a Madarászim Egyesített Óvoda vezetőjével arról beszélgetünk, hogy hogyan is indult a 2021-es év, hiszen a szünetről visszajöttek, és gondolom, hogy akik kisebbek, azok nem biztos, hogy sírás nélkül kezdték az első napokat, de hogyan látta ezt belülről? Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Igen, egy hosszabb téli szünet után kezdtük újra a nevelési évünket, illetve folytattuk 2021. január 4-én, hiszen két hetes egybefüggő téli szünet volt most valamennyi óvodánkban. Ebben az évben az ügyeleti ellátást nem igényelték a szülők a gyermekek részére. Így január 4-én mondhatom azt, hogy majdnem teljes létszámmal, gyermeklétszámmal és nagy örömünkre teljes dolgozói létszámmal kezdtük a 2021-es évet. Hát sírásról nem nagyon tudok beszámolni, hiszen a gyerekek örömmel jöttek az óvodába újból, várták már a kis társaikat, az óvonénieiket, a csoportokban való játékokat, úgyhogy ők már nagyon nagy örömmel érkeztek itt a január elejé időszakban. Gondolom, hogy készülnek a nagy rendezvényekre, amit eddig is sajnos szülők nélkül tudtak megtartani az a tanév során, de mi lesz az első olyan, ami minden csoportban meg fog valósulni? Igen, az intézményünk egy nagyon nagy repertoárral rendelkező rendezvény sorozatokat szokott megvalósítani minden évben, mind az óvodai csoportokban, a gyermekekkel tagovoda szinten, intézmény szintű rendezvényeink, szakmai programjaink. Hát most ezt úgy tűnik, hogy a pandémiás helyzet miatt ez még a következő hónapokban fönnáll, hogy ezeket szűkített formában tudjuk kisebb létszámú körben megvalósítani. Most ugye elkezdődött a farsangi ünnepkör időszaka, és hát ugye erre készülnek majd az óvodai csoportok, de sajnos ezeket a programjainkat is valamennyit, addig, amíg ez a helyzet, a vírus helyzet nem fog változni és javulni, és nem fognak országos szinten is újabb intézkedéseket, enyhítő intézkedéseket hozni, addig ezek az intézkedéseink, amelyeket meghoztunk már szeptember, október, november hónapban, hiszen ezeket fokozatosan alakítottuk mi is a járványügyi helyzethez, ezek most fönnállnak, fönnmaradnak, ami azt jelenti, hogy valamennyi óvodai programunkat szülők nélkül valósítunk meg, minden megvalósul az óvodai csoportokban, csoportszinten, hiszen itt is nagyon figyelünk arra, hogy óvodán belül is minél kevesebb kontaktus legyen a gyermekek között, a felnőttek között, de csoportszinten mindent megvalósítunk, és hát ebben a formában a gyermekek számára élményt fog nyújtani, élményt jelent valamennyi programunk, nagyon gazdag szakmai tartalommal, csak hát sajnos ebből most a szülők és a szakmai partnereink ki fognak maradni. De azt gondolom, hogy az átcsoportban, ami eddig is működött a közösségi oldalon, azért ugyanúgy a szülőket is tájékoztatják fotókkal, kisebb videókkal, amit csak ők láthatnak. Így van, igen, valamennyi óvodánknak és csoportunknak vannak olyan felületei, ahol a szülőkkel kapcsolatban vannak a kolléganők, és itt a csoport életéről, az óvodának a belső tartalmi szakmai munkájáról van egyfajta folyamatos tájékoztatás, illetve hát a nyilvánosabb programjainkról pedig az intézményünk honlapján is tájékoztatjuk az érdeklődőket. Megtörtént-e már a gyerekeknél az iskola érettség felmérése? Lehet-e már nagyjából tudni, hogy hányan maradnak, hányan mennek? Ez egy hosszú folyamat, hiszen a gyermekeknek a fejlettségét azt az óvodába kerüléstől kezdődően az óvodapedagógus kolléganőimmel folyamatosan figyeljük, nyomon követjük, és ehhez igazítjuk a gyermekek egyéni fejlesztését. Na most ennek van egy dokumentációja is, és amikor ilyenkorra ugye elérkezünk oda, hogy egy kisgyermek tankötelessé válik, betölti a 6. életévét augusztus 31-ig, akkor ugye
megnézzük azt, hogy ő valamennyi területen érette arra, hogy megkezdje az iskolai tanulmányait. Ennek a, most van egy nehéz időszak, hiszen az iskolákban ebben az időszakban már a korábbi években lezajlottak, zajlanak az iskola előkészítő programok, most ebben az évben sajnos személyes találkozások ott sincsenek, de kapcsolatot tartanak az általános iskolákkal a szülők. Így az óvodapedagógus kollégáim decemberre már a nagycsoportos korú gyermekeknél a szülőkkel egyeztetnek abban, hogy hol is tart a kisgyermek a fejlődésében, vannak-e olyan területek, ami még az elkövetkezendő hónapokban egy fokozottabb fejlesztéssel iskolaéretté, iskolakészülté válik a kisgyermek, vagy pedig a szülő úgy látja, hogy még szeretné további egy évig az óvodai nevelés keretein belül nevelni a kisgyermeket, akkor itt a szülőnek van arra lehetősége, hogy kérelmet nyújtson be az oktatási hivatalhoz, és kérje a gyermekének az óvodába maradását. Jelenleg 210 körül van az a óvodás korú gyermekünk, akik elérik ebben az évben a tankötelezettségi kort. És hát gondolom ugyanilyen nehéz, vagy még nehezebb lesz a leendő óvodásoknak a felvétele, beiratása, hiszen ott még fontosabb lenne, hogy tudjanak találkozni a szülőkkel, meg a leendő kis óvisokkal is. Igen, hát az elmúlt év, a 2020-as évben már a beiratkozás egy teljes külön eljárás rendszerint valósult meg. Azt gondolom, hogy az talán még szigorúbb volt, mint a mostani, amilyen lehet. A beiratás az április 20-a és május 25-e között kell, hogy megvalósuljon. Én bízom abban, hogy addigra egy picit a járványügyi helyzet olyan formában lassul, hogy ez erre is nem csak egy adminisztratív lehetőséget tudunk majd biztosítani, hanem akár személyes találkozásra, de hát ez még hosszú hónapok vannak előttünk, amiben még nekünk magunknak is nagyon sokat kell tennünk azért, hogy a járványt fékezzük, lassítsuk, és minél előbb visszatérhessünk abba az életrendbe, abba az ütemrendbe, amit megszoktunk, amit szeretünk, hogy nem csak online találkozunk, online értekezleteket tartunk a szülőkkel, rövid ideig tudunk beszélni, hanem valóban hosszas, tartalmas szakmai és emberi megbeszéléseink lehetnek egymás között. Nőtt a természetes fogyás mértéke 2020-ban. 3,4%-kal több gyermek született, de 7,7%-kal többen haltak meg, mint 2019 azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal a Karcag TV-vel. Tavaly decemberben az előző év azonos időszakához képest jelentősen többen haltak meg, és nagyobb volt a természetes fogyás. A közleményben kiemelték, az előzetes adatok szerint 2020. decemberében az élveszületések száma 7,9%-kal csökkent, a halálozásoké viszont jelentősen 44%-kal emelkedett 2019 azonos hónapjához képest. A havi természetes fogyás 8974 fő volt, ami 2019 decemberéhez képest 162%-os növekedés jelent. Tavaly 92233 gyermek jött világra, ami 3040-nel több a 2019-es születésszámnál. A decemberi csökkenés kivételével valamennyi hónapban többen születtek, mint egy évvel korábban. Jelentősebben emelkedett a születések száma az előző év azonos hónapjaihoz képest. Januárban 9,7%, júniusban 9,1%, februárban 7,8%. A teljes termékenységi arányszám emelkedett, az egy főre számított becsült értéke 1,55 volt a 2019. évi 1,49-hez képest. Tavaly januártól decemberig 139.549-en haltak meg, 9.946-tal többen, mint 2019-ben. Januárban és februárban, valamint májustól júliusig kevesebben, az év többi részében viszont többen hunytak el, mint 2019-ben. A legnagyobb mértékű növekedés az év utolsó hónapjaiban. Októberben 18%, novemberben 61% és decemberben 44% történt. A legjelentősebb 15%-os csökkenést pedig januárban regisztrálták.
kiemelték, az elhunytak számának október-decemberi jelentős mértékű emelkedése következtében az éves természetes fogyás 47.316 fő volt, ami 17%-kal nőtt a 2019-es 40.410 főhöz képest. A hivatal adatai szerint 2020-ban 67.301 pár kötött házasságot, ami 3,1%-kal, 2033-mal több az egy évvel korábbinál. Január-márciusban 101, áprilisban 8,9, szeptember-októberben 8,3, decemberben 2,9%-kal több, míg május-augusztusban 15, novemberben pedig 14%-kal kevesebb frigyet regisztráltak, mint 2019 azonos időszakaiban. 1000 lakosra 9,5 élveszületés és 14,3 halálozás jutott. Az élveszületés 0,3, a halálozás 1000 ponttal volt magasabb, mint 2019-ben. Mindezek következtében a természetes fogyás 4,9 értéke 0,7 ponttal haladta meg az egy évvel korábbit. 2020-ban 1000 élveszületésre 3,4 csecsemő halálozás jutott, ami 0,3 ponttal kevesebb az előző évinél. A házasságkötési arányszám 6,9 volt, 0,2 ponttal nagyobb, mint 2019-ben. A nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege mérsékelte a természetes fogyásból eredő népességcsökkenést. Ennek eredményeként a 2011. évi népszámlálás alapján tovább vezetett lakónépesség becsült száma 2020 végén 9.731.000 fő volt, áll a KSH gyors jelentésében. Mezőgazdasági témával megyünk tovább. Az elmúlt hónapban térségünk időjárására a szélsőségek voltak a jellemzőek. Domján Sándor agrármérnöktől megtudhatjuk, hogyan hatott mindez a mezőgazdaságra. A belvíz olyan állóvíz, amely nagyobb esőzések, hirtelen hóolvadás vagy a talajvíz szintjének emelkedése miatt keletkezik. Egy nagyon rövid időszak, igazán szükséges, kellemes téli időjárásunk volt, gyakorlatilag egy hét. Igen, kellene a hideg továbbra is. Számos okból, hiszen egy csapadékos évúton vagyunk túl. Nagyon sok mezőgazdasági munkát gátolt, a betakarítástól, a talajmunkán, a vetésen keresztül a csapadékos időjárás. Egy valaminek nagyon a kórokozóknak és a kártevőknek viszont kedvez, talán a rágcsálóknak nem annyira, de minden másnak igen. És hogyha marad ez az enyhe idő, akkor tovább nehezíti a munkát, illetve a kórokozók nem fognak elpusztulni, ezért a tavasszal, nyáron sokkal többet kell majd fordítanunk anyagilag is és figyelemmel is a védekezésre. Azért nem tud természetes módon elszivárogni, mert a talaj felső rétegében a talaj szabad pórusai vízzel telítődnek. Mivel leesett a hó és volt egy kis fagy, az olvadás, ugye a havat gyorsan elolvasztotta, a föld egy kicsit lassabban engedett ki, amúgy is tele volt most a talaj vízzel, hát idefele jövet is lehetett látni, hogy a táblákon nagyon sok helyen áll a víz, tehát jelenlegi állapot szerint gond van a belvízzel. Ha a belvíz hosszabb ideig van jelen, a mezőgazdaságban kárt okoz azzal, hogy a kultúrnövények gyökérzete a tartósan vizes közegben károsodik. A belvíz nyomás, így mondjuk mi ezt, időszaka és mennyisége függvényében sérül a növény vagy kipusztul a növény, levegőtlenné válik a talaj, tehát nem csak a már elvetett őszi növényeket hátráltatja, hanem majd a tavasziak alá is bonyolultabbá teszi a talajmunkát. A belvíz által okozott károk megelőzése érdekében végzett műszaki tevékenységek összessége a belvízrendezés. Ennek elemei a víz gyorsabb lefolyását segítő csatornarendszer, a csatornák útjában lévő tereptárgyak, vízáteresztését biztosító átereszek, csőzsilipek és bújtatók, illetve a belvizeket a magasabb vízszintű csatornákba vagy folyókba beemelő szivattyú telepek. Hármas ikerkecskék születtek egy farmon. Az ikerkecskék igazi kuriózumnak számítanak.
Egy kecskének nagyon ritka, hogy ennyi kölyke jön a világra. A három kecskén kívül egy negyedik is született, de az a hideg miatt megfagyott. Náluk az a lényeg, hogy minél előbb talpra álljanak. Tehát ugye az ilyen zsákmányállatoknál, mint a kecskék, birkák, ilyesmiknél, a legfontosabb az, hogy talpra álljanak, és akkor hát végül is így csak három maradt meg. Hát a kicsik azok még szopíznak, már ugye a szénát próbálják kapdosni, tehát nyomnyogják már a szénát is, de leginkább még anyára szorulnak, úgyhogy. A kecskéknek még nincs nevük. Tudom, én csak így jöttem az úton, és csodálva nézem, nagyon aranyosak a kicsik, tündéri szépek. Csak megláttam az úton, és megálltunk megnézni közelebbről is. A kecskéket már több óvodás meg is látogatta. Hallottuk a városban, hogy kiskecskék születtek, és hogy hárman is egyszerre, ami elég ritka. És úgy gondoltuk a gyerekekkel, hogy mindenképp ki szeretnénk jönni megnézni őket mi is, hogy kicsit megsimogathassuk, megláthassunk ért, mert ez nem mindennapi dolog. Ó, nagyon tetszett nekik, teljesen el voltak ámulva tőle, hasonlított nekik a kisbabákhoz, a hangjuk is, úgyhogy teljesen oda voltak tőle, és kértek is már, hogy jöjjünk legközelebb is, minél hamarabb. Az állatait nagyon szerető gondozó televíziónknak elmesélte. Könnyű szülés volt, de mivel nagy volt a hideg, ezért éjszaka egy ballonban meleg vizet vitt ki, a szalma alá tette, hogy melegen legyenek a kis gidák. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!